Áldás békesség, jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm ma este mindazokat, akik eljöttek, hogy meghallgassák a filmzenéket, felvonultató virágvasárnapi orgonakoncertünket. Nagyon nagy örömömet fejezem ki, hogy több évnyi covidos időszak után, amikor nem lehetett ekkora nagy rendezvényeket tartani, és az orgona koncert sem került megtartásra, elhalasztottuk többször, végre most meg tudtuk szervezni. Istennek legyen hála ezért. Én mindenek előtt szeretném felkérni polgármesterünket, Szűcs Dánielt, köszöntsön bennünket. Tisztelt lelkész elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mezőtúlváros önkormányzata nevében engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek mindenkit ezen a különleges alkalmon. Ahogy a lelkész elnök úr elmondta, régóta készülnek már erre a napra, és hát mikor máskor, mint virágvasárnap, a nagy hét kezdetén sor kerülhet végre erre a előzetesen, már azt gondolom, hogy kimondhatjuk, igen magas színvonalú orgonakoncertre. Látva azt, hogy kik ülnek és állnak fent a karzaton, azt gondolom, hogy már előre gondolhatjuk, hogy milyen zenék fognak felcsendülni a ma este folyamán, és hogy mennyire szívből fognak szólni ezek a zenék, hiszen már tényleg régóta készültek arra a fenti művészek, zenészek, hogy ezt előadhassák a ma este folyamán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy a Mezőtúli Református Egyházközségnek megköszönjem, hogy a mai napon létrejöhetett ez a koncert, és a fenti művészeknek, zenészeknek előre megköszönjem ezt a ma esti koncertet. Az önkormányzatunk nevében azt tudom önöknek mondani, és szívből örülök, hogy ennyien eljöttek a ma este folyamán, hogy a zenei rendezvények, programok sorozata 2023. évben a ma este folyamán itt ebben a gyönyörű belvárosi nagy templomban nem fog véget érni. Erről hamarosan bővebben fogunk beszélni lelkész elnök úrral, és újabb információkat fognak kapni arról, hogy milyen zenei rendezvények kerülhetnek idén megrendezésre még ebben a gyönyörű templomban. Köszönöm szépen, hogy szólhattam önökhöz, mi mást is kívánhatnék végsőként, mint nagyon jó szórakozást. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy film megtekintésekor a komplex élmény szerves része a képsorokat kísérő zene. Nevezik a film harmadik dimenziójának is. Ezen az alkalmon erre helyezzük a hangsúlyt. A varázs szőnyegen suhanó szerelmesektől, a dzsungel mélyén harcot vívó hittérítőn át, az űrutazásig változatos témákat fog felvonultatni a mai koncertprogram. A dallamokra és a harmóniákra fogunk fókuszálni. Most a bevezető gondolatok után következzen az első film, melynek zenéjét meghallgathatjuk majd az 1981-es angol filmdráma A tűzszekerek. A címről Adi sorai juthatnak eszünkbe, az úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik. Ezek a tüzes szekerek. A legjobb film kategóriában Oscar-díjat nyert alkotás igaz történetet dolgoz fel. A két megszállott futó, Harold és Eric vérre menő küzdelmet vívnak egymással a győzelemért. Eric az elszánt skót presbiteriánus misszionárius Isten dicsőségére fut, míg Harold a győzelmeivel akarja bizonyítani jogos helyét a társadalomban. Ők ketten képviselik Angliát a filmben, az 1924-es párizsi olimpián is, s miután a futás mindkettőjük számára az életet jelenti, így küzdelmeik során hihetetlen indulatok és ellentétek feszülnek közöttük. Egy jelenetben főszerepet kap a bibliai idézet Ézsaiás könyvéből, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg. A film ikonikus zenéjéért Oscar-díjat kapott a zeneszerző is. A nyitó számban reá emlékezünk a tavalyi évben elhunyt Vangelisre. Thank you.
egyetlen ember is képes lehet arra, hogy a körülmények ellenére megváltoztassa a dolgok menetét. A mondás igazát mi sem bizonyítja jobban, mint Oskar Schindler története. Született üzletember és szerencsejátékos. A II. Világháború legelején elkerül a megszállt Lengyelországba, és azonnal megérzi, milyen hatalmas üzleti lehetőségek nyílhatnak meg előtte. Baráti kapcsolatok és némi ügyeskedés révén megszerez magának egy gyárat, és nem győz eleget tenni a beözöllő megrendeléseknek. Könyvelője Itzák rábeszéli, hogy minél nagyobb számban foglalkoztasson zsidókat. Így nem csak olcsó munkaerőt talál magának, hanem segíthet a koncentrációs táborokban szenvedő embereken is. A gyár hamarosan ezen emberek egyetlen menedéke lesz. 1944-ben a nácik az Endlösung, azaz zsidó kérdés végső megoldása jegyében bezáratják a helybéli táborokat, és a rabokat többek között Auschwitzba, vagyis a biztos halálba akarják küldeni. Schindlernek gyorsan lépnie kell, ha meg akarja menteni a munkásait, némi korrupció árán rábeszéli a német hatóságokat, hogy a termelés szempontjából nélkülözhetetlen munkásokkal együtt a gyárat át tudja telepíteni a cselengyel határra. Ekkor készül el az 1100 nevet tartalmazó lista, Schindler listája, amelynek résztvevői kalandos úton, de megmenekülnek a krematóriumoktól. A legjobb film és legjobb filmzene kategóriában is Oscar-díjat nyert, Schindler listája című 1993-as alkotás zenéjét John Williams szerezte. Hallgassuk szeretettel! Thank you.
a Harry Potter és a bölcsek köve című 2001-es film egyik legismertebb témája következik. A zeneszerző ezúttal is John Williams. Szülei halála után Harry Potter mostoha szülőknél nevelkedik, sanyarú a sorsa, a lépcső alatti kuckóban lakik, és elviselhetetlen az unoka testvére. Ám hamarosan kiderül, hogy Harry nem közönséges kisfiú, hanem egy varázsló házas párnak az árvája, aki csak átmenetileg keveredett a lényegről, mit sem sejtő muglik közé. Most viszont végig sétál az Abszol úton, hogy beiratkozzon a titokzatos Roxford boszorkány és varázsló képző szakiskolába. Néhány jó barát, néhány nagy kaland, és néhány ősi ellenség vár itt rá, de mi ez egy első éves varázsló tanoncnak? Kedves megjelentek, ugye ismerősek ezek a tárgyak és karakterek, csodalámpa, varázsszőnyeg, Ginny vagy Jágó a papagáj. A közkedvelt kalandos mese főhőse, Aladdin, a tolvaj beleszeret a szultán lányába, és mindent megtesz annak érdekébe, hogy elnyerje Jászmin hercegnő kezét. Most láthatjuk majd őket, szerelmesen suhanni a varázsszőnyegen, Agraba városa fölött. Az 1992-es animációs film zenéjért és legjobb betétdaláért külön-külön nyert Oscart Alan Menken.
az Egy új élmény című duettben Jászmin hercegnő szerepét Kozák Júlia, Aladin szerepét Mihalina Márk énekli. Fogadják szeretettel. Minket vár a világ, bársony egeken ringad, téged hívlak, te szép hercegnő, halld a szív szavát. Véled mámorító, versenyt szállni a széllel, szőnyegünkön ma éjjel futunk, meséken visz át egy új élmény. Suhanván felleg réteken, csillagot szórít fenn a végtelen, mert végre itt vagy velem. A büszkeség, mert csak melletten vár egy új élmény. Csuda meglepetés, oly tágra tár a láthatár, melletted bármi jöv, csak egy a fő, minden percünk új élmény. Utazzunk át sok éjszakát, csak te meg Most következő orgona mű írója több ezer felhasználással a hangos film és a filmművészet egyik leggyakrabban felhasznált zeneszerzője jelenkorig. Söderblom Nátán Nobel békedíjas svéd érsek nagyjából 100 éve az 5. evangélista kitételt alkalmazta Johann Sebastian Bachra. De vajon megilleti-e Bachot ez? Szűkebb értelemben nem sorolható Bach, természetesen lelkészként elmondhatom ezt a titkot az evangélisták közé. Zenéje nem forrás, nem kinyilatkoztatás, úgy, mint akár a 4 evangélium, vagy a Biblia bármelyik könyve. De nevezhető evangélistának abban a tágabb értelemben, hogy zenéjének eszmei tartalma maga az evangélium. A fiatalkori korál előjátékoktól kezdve a hatalmas nagy passiókig, grandiózus hámolmiséig. Bach mondani akar valamit. Küldetése van, prófétai és apostoli megbizatása. És mondani valója nem önmaga, nem a saját érzései, gondolatai vagy bölcs élettapasztalata, derűs vagy sötét életfilozófiája, hanem igét akar hirdetni. Szó szerint, úgy, ahogyan 200 évvel előtte Luther Márton, a zenekedvelő reformátor megfogalmazta, Isten a zene által is hirdeti az evangéliumot. A barokkor német zeneszerző művészetében
a hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett. E stílus legfontosabb műfaja a fuga általa nyerte el a legtökéletesebb és legkoncentráltabb kifejező erejét. Most Gácsi László előadásában elhangzik az 537-es jegyzékszámú C-moll fantázia és fuga. Fogadják szeretettel! Thank you.
Misszió című 1986-os angol filmdráma története figyelemre méltó. A 18. században Dél-Amerika eső erdejeinek mélyén Gabriel jezsuita atya missziós állomást rendez be. Munkájában támogatja egy hajdani rabszolga kereskedő, mégpedig Rodrigo Mendoza, aki szakított korábbi életével és menedéket keres az Amazonas menti törzsek közösségében, sőt a rendbe is belép. A benszülöttek elfogadják a jezsuitákat és a készülő telepet. Ám a kapzsiság, a hatalomvágy, sötét erői alattomos támadást indítanak ellenük. Veszélybe kerül a tisztaságuk, jóhiszeműségük, ártatlanságuk. Itt már kevés az ima ereje, itt már karddal küzdenek a filmben. A 20. század egyik legnagyobb hatású filmzene szerzője, Ennio Morricone zenéje csendül fel a most következő jelenetek alatt. Még három filmzenét hallgathatunk ezen az estén. A következő dalnak Howard Shore a zeneszerzője. Nem biztos, hogy így ismerjük, de a filmzenét fogjuk ismerni. Kozák Júlia adja elő angol nyelven. A Gyűrűk ura trilógia 2001-es, a Gyűrű szövetsége című első epizódjából az In Dreams című dal szövegének magyar fordítása így hangzik. Amikor eljön a tél,
A csillagtalan éj elborítja a napot. A nap fátyola alatt majd zord esőben gyaloglunk. De álmomban hallom a neved, és az álmokban találkozunk még. Amikor a tengerek és a hegyek leomlanak, s a napok végéhez érünk, a sötétben egy hívás hallok, amely oda hív. El fogok menni oda, vissza megint. George Lucas világhírű űr operája, egyszerre is mondhatnánk, a csillagok háborúja. Amikor én születtem 1977-ben, egy új remény című epizódjával indult hódító útjára. Réges-régen egy távoli galaxisban kezdődött a nagy kaland, amikor Leia Organa hercegnő két fura robottal egy alig értékelhető hologramot küldött, az egyetlen Jedi lovagnak, a remeteként élő Kenobinak. Az idős Jedi és Luke Skywalker, valamint Han Solo és szőrös Wookie-ja, a hatalmas Chewbacca, útra kell, hogy kiszabadítsa a hercegnőt a gonosz Darth Vader fogságából, és győzelemre vigye az igaz ügyet az egész galaxisban. John Williams Oscar-térő filmzenéjéből most több témát felvonultató válogatás következik. Sorrendben elhangzik a Star Wars fő témája, majd a sötét tónusú birodalmi induló, amely a gonosz, fekete sisakos Darth Vader nagyúr zenei témája. Ezt követi az univerzumot működtető energiának a filmben erőként emlegetett
Jedi képességek forrásának zenei témája, tudjuk a szlogent az Erő legyen veled címmel, majd a fináléban visszatér az ismert fődallam. A képi jelenetek is csak több epizódból származnak, következzenek a látványos fénykard csaták. Thank you.
ez igen. Az utolsó filmzene következik. 2014-ben mutatták be Christopher Nolan nagy sikerű science fiction kalandfilmjét, melynek címe Interstellar, azaz Csillagok között. A film cselekménye szerint a közeli jövőben az emberiség képtelenné válik arra, hogy fennmaradjon a Földön. A tudósok felfedeznek egy féreg lyukat az űrben, és egy csapatnyi felfedező és kalandor nekivág, hogy átlépje mindazokat a határokat, amelyeket eddig áthághatatlannak hittünk. Túl akarnak lépni téren és időn. A film főhőse a volt NASA tesztpilóta, aki bár nehezen hagyja hátra családját, mégis gyermekei megmentése érdekében elvállalja a küldetést. Christopher Nolan filmjeiről, aki látott egy-kettőt már, tudjuk, hogy elmesélni szinte lehetetlen a bonyolult cselekményt, még követni se nagyon lehet. Elég csak az eredetre vagy a Tenetre gondolnunk. A rendező például ennek a filmnek, amiből most részleteket látunk, az Interstellárnak forgatókönyvét 4 év alatt írta meg. A film zenéjét a 2022-ben Dűnével Oscar nyertes Hans Zimmer írta. És még egy információ, amit nagyon fontos hozzátenni. Hans Zimmer mellett még van egy zeneszerző a csapatban, hiszen erre a hangszeres változatra Gácsi László írta át. Thank you.
Köszönjük szépen! Szeretném bemutatni tisztelt közönségnek a zenéket, prezentálókat, az esten közreműködőket. Először hadd kezdjem Kánai Katalinnal, aki klarinéton játszott ma este. Kozák Júlia csodálatos énekével örvendeztetett meg minket. Éger Kata zongora játékában gyönyörködhettünk. Berceli Endre ült a zongoránál. Simon Norbert lelkipásztor úr trombitált. Nagy Dániel ült a doboknál. Gácsi László az orgonánál. Énekelt és billentyűn közreműködött Mihalina Márk. A videók megvágásán és előkészítését Éger Ádám lelkipásztorról végezte. És nagyon szépen köszönöm a konferálást a házigazda Mihalina László lelkészelnök úrnak. És természetesen nem hagyhatjuk ki azt, aki zenei rendezője volt ennek az estének, az egész filmzenekoncert ötletét hozta, a zenei összeállítást, és teljes átéléssel vezényelte odafenn, miközben zongorázott Marci Ernő kántor karnagy. Hadd kérjek egy nagy tapsot neki is. Kedves hallgatóságunk, különleges volt hallgatni ezt a koncertet, mondhatnám az egyik énekszám szavaival. Egy új élmény. Nem volt még ilyen filmzenekoncert ebben a templomban. Most elköszönök önöktől, nyugodalmas jó éjszakát, áldás békesség!